A vírussal kapcsolatos korábbi spanyolországi hírek miatt nem lehettek biztosak a legjobb hazai maratoni versenyzők, hogy megvalósul a március közepén kezdődő meleg égövi edzőtáborozásuk. Mivel a vendéglátók is pozitív visszajelzést adtak az akkori helyzetről, természetesen elutaztak Spanyolországba kajakosaink, de hiába. Egy nap elteltével már újra Ferihegyen landoltak. Az események is nagyon gyorsan változtak percről percre, hiszen egyik percben még azt mondták, hogy maradhatunk, nincs semmi baj, és folytathatjuk az edzőtábort a megszokott módon. Aztán a következő órában már besengedtek minket a telepre, ahol edzettünk, és közölték velünk, hogy akkor másnap indul haza a repülőgépünk. Úgyhogy igazából nagyon felgyorsultak ezek után az események, hazaértünk, akkor mindenki egy önkéntes karanténba vonult, ahol nem érintkezhetünk senkivel, nem találkozhatunk senkivel. Vasárnap ugye hazaértünk, kedden kellett felmennünk ismét Budapestre, ahol csináltak rajtunk egy tesztet, illetve vettek tőlünk mintát, és ezután várakoztunk az eredményre, hogy megtudjuk, hogy vajon elkaptuk-e a vírust, vagy nem. Szerencsére csütörtökön este kiderült, hogy minden sportolónak, illetve aki az edzőtáborban tartózkodott, negatív lett a mintája. Miután folytatódhatott volna itthon a felkészülés, ám a vírushelyzet itthoni fokozódása az emiatt foganatosított intézkedések további akadályokat jelentenek a napi felkészülésben. Pillanatnyilag a világ legjobbjának számító Kisli Vandának is a női maratoni kajakkenúban. Egyelőre nincs kiscsoportos edzése sem Budapesten, így két hétig itthon Pakson gyakorol. Kapcsolatban vagyok mind a pesti edzőmmel is, mind az itthoni egyesületnek a vezetőivel, illetve edzőivel, hogy nyilván ők is tájékoztatnak engem, hogy mikor van az idősáv, amikor nincs lent senki a csónakházban, vagy éppen vízen el tudjuk kerülni egymást, hogyha esetleg valaki még evez. Tehát most itthon készülök két hetet biztosan, utána, majd húsvét után megyek vissza Budapestre, most eddig úgy néz ki, természetesen ami változhat. Utána reméljük, hogy már ott folytatódhatnak az edzések, és reméljük, hogy hamar visszakerül minden a régi kerékvágásba. A maratoni kajakkenusok okkal reménykednek, ha nyár elejére lecseng a világjárvány, jó esély van a július végi budapesti Európa-bajnokság, de még inkább az augusztus végére tervezett norvégiai világbajnokság megrendezésére. Ám nagy még a bizonytalanság ezügyben is. Igen, ilyen a helyzetben még azt se tudjuk, hogy mire készülünk igazából, szóval ezért is nehéz úgymond megoldani az edzéseket, hiszen május 31-ig az összes versenyünket lemondták, viszont a továbbiakról nyilván nem is tájékoztattak minket, mivel még ők se tudnak semmit se a szövetségbe, se az egyesületekbe, sehol. Nyilván ez a helyzet, ahogy változik, úgy változnak az információk is, valószínűleg ezért nem tudnak ők is semmilyen döntésre jutni. Szóval egyelőre próbáljuk szinten tartani a fittségünket, illetve az edzettségünket, de egyelőre csak azt tudom mondani, hogy készülünk a továbbiakra, és várjuk a döntést, hogy a versenyekkel kapcsolatban milyen döntéshozatal születik. Vanda felért már a csúcsra, volt korosztályos és felnőtt világ- és Európa-bajnok, mégis felettébb motiválja a címvédés, hova tovább a duplázás, triplázás, miután a maratoni szakákban olyan királynőként emlegessék majd, mint Csaj Renátát, aki még mindig egyik nagy riválisának számít hazai és nemzetközi porondon. Az, hogy már megnyertem EB-t, VB-t, az egy nagyon jó dolog, és tényleg nagyon boldog vagyok emiatt. Viszont szeretnék amennyit csak lehetséges, nyilván annyi címet gyűjteni, amíg ott tudok lenni az élmezőnyben, és amíg jól érzem magam abban, amit csinálok. Szerintem addig én folytatni szeretném, és ez a motivációm. Úgy tűnik, hű marad nevelőegyesületéhez, az ASÉ-hez, jobb ajánlat esetén sem tervez átigazolást, mint azt a tolnai Boros Adrián a napokban megtette, és Győrbe igazolt. Igazából az én fejemben még egyszer se fordult meg az, hogy eligazoljak innét Paksról, hiszen szerintem nagyon jó egyesületbe kerültem be, tényleg egy szavam se lehet, hiszen minden segítséget megkapunk tőlük.